Nos, sziasztok! Újabb nap, újabb csapás. Aki látta a sortot, az már tudja, hogy... Csak hogy újabb szarral bővítették, vagy hát újabb szar gyártottak, és ezt nem lehet javítani, mert azt a műanyag pöcköt nem lehet visszarakni. Azt a kis pöcköt, amit az ujjamhegyénél van, az innét letört. Na! Jött az ötlet, hogy építsünk új asztalt. Volt régen egy trénzes videó, amiben ez a terepasztal szerepelt. Erőterhatív, dupla vágány. Mindig vágány elérhető. Öt vágány, tök jó. Fasza. Na. Mutatom a problémát, hol van. Például itt. Flexisinekből egy nagyon enyhe ívet kéne csinálni. Meg lehetne, de kicsit átdolgoztam. Aztán... A következő probléma az már itt lesz. Ott ugyanis a legbelső ív... R4-es. Aztán... Mindjárt mutatom. Ez ahol az egér van, ez itt R3-as. Na, hogy mutassam a dolgokat, hogy jó legyen. Na, ez így nem adja ki. Ugyanis ez a vágány, ez még nem a legbelső. A legbelső az ez lenne, és idekin az R3-asomból van három darab R3-asom, de mivel ha az R4-es nem adja már ki most, ahol ki kéne adnia, akkor az R3-as sem fogja. Amúgy egy tök jó volna az elképzelés, mert bár onnél bármelyik vágányról jössz, be tudsz haladni a fordítókoronghoz, a leendő fordítókoronghoz. Mint látjuk, itt egy R10-es ívekből kialakított kis sikán látható ív. Ezt a részt ezt flexisinből próbálnám megoldani, mert ugye R11-es ív nincs a rokóba, tehát ezt flexiből kéne megoldani, ami nem lenne baj. De arra felé már van baj, mert nem adja ki. És igen, lehet azt mondani, hogy persze, mert ez az ív, ez nem az az ív, mint a tervben van, de akkor sem adja ki. Nem tudom, hogy a SCARM-mal van ilyen probléma újabban már megint, vagy még mindig, vagy hogy mi legyen, mert én már így kezdem elveszteni a fonalat, kezdek ott lenni, hogy csak gyűjtöm a modelleket, lesz egy szimpla kör, a fölösleget elbontom, az csumi, mert nekem már a rokkó íves váltóival kezdettek tököm tele lenni, főleg azért, mert mindig az utolsó pillanatban üt be a krak. Most már tényleg megvannak a váltóállító szervók, megvannak a kábelek, megvannak a kapcsolók, megvan minden, és már nincs kedvem venni még egy R5-R6-os íves kitérőt, hogy újra így járjak, mert mindig ez a kicseszett megszexuált váltóval járok így. Nem tudom, hogy rokék ezt hogy látják, Vietnám, Románia, tök mindegy szar, egy rakás fos. És a probléma az, hogy a Peko nevű gyártónak sincs kompatibilis ívben hasonló állítóműven, és a Pikónak az alvágánya is egy rakás, nem, azt nem mondom, hogy szar, mert nem próbáltam, de nem jó, nem tudom beaplikálni, és nem azért, mert nem azért, mert az egyik 2.1-es, mert a rokó 2.1, és az meg 2 és feles szinkrona magasságú, mert azt meg lehet oldani papucsokkal, hanem azért, mert teljesen más a kialakítása, az ívek mások, nem adja ki, és azért, tehát, hogy ilyenek miatt kell újra tervezni az egy egész megszexuált asztalt, hogy jó legyen.
Egyszerűen ott vagyok, hogy legszívesen eladnám az egészet a büdös francba úgy, ahogy van. Csak. Szóval tökömtel az egészet. Ezen itt még gondolkozok, ezen a megoldáson, és akkor valahol oda be lehetne építeni a kézis üzét, sorompót. Itt jó helyen volna a fordítókorong. Ezt itt még valahogy megpróbálom megoldani. Mert ő szkárban kiadja, de valóságban nem adja ki, és ezt már nem egyszer tapasztaltam, hogy ez így kaki. De ha valakinek van megoldása, tapasztalata, hogy mit kéne csinálni, vagy lehet, hogy az van, hogy a vágányzatot el kéne adnom, és nulláról, az előről kezdeni az egészet. Mit tudom én, tekó vágánnyal, vagy nem tudom mivel. Mert nekem ebből már kezd elegem lenni, hogy hol kiadja, hol nem adja ki. Jó, tudom, ez már megint egy ilyen rinya videó, de 3 éve építem az asztalt. 3 évet mindig van valami kibaszott kis nyúlfaknyi, valami, ami közbeszól, ami nem adja ki, ami tönkre megy, úgyhogy, tehát hogy képzeljük el a helyzetet. Van egy jó pár ilyen váltót, beépíted, lekavicsozod, leragasztózod, leszögeled akármi, tönkre megy. Az egész asztal barmoltod szét, mert egy trágya, szugyok, szar minőségű váltó van benne. Veszel egy másikat, bírja fél évet, 1 évet, úgyhogy alig kapcsolgatod, mert ezek is alig voltak kapcsolgatva. Rá lett rakva ez a izé, a kézi váltóállítómű, belet rakva a helyére, kész. Onnantól kezdve egyszer beletállítva egy váltóút, kész. Nem lett hozzányúlva. És törik. Törik, szar az egész. Ott gyenge pontja az a két picike kis fülecske, meg az az apró, vékony szar műanyag. Az a leggyengébb pontja. Nem is értem, hogy hogy lehet piacra engedni. Vagy nem is nézik. Tehát, hogy már a boltban meg kell nézned, hogy mit veszel. Ez már kicsit zavaró. És ez nem a bolt hibája, hanem a gyártói, mert szart gyárt. Mindegy. Ez egy ilyen agymenéses, nem is tudom már minek nevezzem. De jó, egy laza agymenés. Gőzkieresztős videó. Mert hát nem tudom. Innentől közben nincs ötletem, hogy mi, hogy legyen. Mert ez a koncepció is rohadtul tetszik. Sőt, már az se lenne baj, hogyha az egész fullos rélzset nem fér be az állomásra. Csak már lenne valahol az asztal. De ez, hogy mindig valami tönkre megy, úgy, hogy nem is használod, az kicsit sok. És az a baj, hogy nem apró pénz, tehát jó, van akinek ez apró pénz. De számolt ki, itt én 16 ezer forint egy ilyen váltó. 6 darab, az már nem olcsó pénz. És ugye ezt úgy kell számolni, hogy jó, hát 6 darab váltó, veszek 6 darab váltót. Igen, csak ha már ez be volt építve, akkor szét kell barmolni azt a részt, ahol be volt építve, mert az barmolással jár. Szépen nem tudod felszedni a kapcsolat, utána ki kell cserélni a váltót, ami rohadt nehéz, újra kábelezni, visszarakni, visszakavicsozni, és nagyjából úgy megcsinálni, hogy alig látszódjon, hogy ott történt valami. Na, ez mind pénz. Új kavics, új ragasztó, új a munkaidő, a pihenésed elmegy vele. Egyszerűen ki vagyok már égve ettől az egésztől. Na mindegy. Lehet, hogy lesz egy szaros dili köröm, az kész. Hol fognak menni a vonatok, ez így. Még megnézem, hogy a Peko vágányzatból mit lehetne esetleg összerakni, vagy egy Piko a vágányzatból, bár az se nagyon tetszik, mert hát nem tudom, tehát túl erősek az ívek, legenyhébb ív is, nem tudom, hülyén adja ki a vágány geometria, de ez mindenkinek más és más, hogy mit tetszik. Lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb, hogy venni csak kitérőket Pekóból és Flexisimből az összes többit összecsapni. Na mindegy. Egyelőre itt vagyunk, hogy változott minden, és megy a gondolkozás ezerrel. Bármi ötlet van,
komment szekcióval szívesen fogadom. Köszönöm, hogy megnézted. További szép napot, sziasztok!